Mi az, ami hiányzik belőlünk magyarokból, mindenek előtt a kis- és középvállalatokból? Ötlet és önbizalom, ez a kettő hiányzik szerintem a magyar KKV-kból ahhoz, hogy még sokkal több uniós forrást le tudjanak hívni. Nagyon jó példa, az egyetemeknek sokkal nagyon nagy önbizalmuk volt, és a régióban a legtöbb forrást Magyarország tudta lehívni az elmúlt 7 évben. A téma a Horizont 2020 program tájékoztatóján merült fel. Hogy ez micsoda? Kissé pongyolán fogalmazva, itt lehet pénzt szerezni innovációs célokra. Kicsit pontosabban, ez az uniónak a kutatás és innováció 2014 és 2020 közötti időszakban történő finanszírozására szolgáló új programja. És mint hallották, van jó példa Magyarországról, az egyetemek és a kutatóintézetek. Azt szeretnénk, hogy a következő 7 évben is ez ugyanígy lenne, de a KKV-k is rá tudnának ezekre a forrásokra csatlakozni, ők is tudnának fejlődni ezekből az uniós pénzekből. 2014 és 2020 között sokkal nagyobb összegek állnak rendelkezésre. Fogalmazhatnánk úgy is, soha ennyi pénz nem volt ilyen célokra. De pályázni kell rá. Mindenhol pályázni kell, és mindenhol újítani kell, mindenhol új ötletekkel kell előállni, bármilyen ágazatban a KKV-knak esélyük van. Aztán egy fontos dolog, ugye, hogy maximum 250 főig terjedhet egy KKV-nak a létszáma. Magyarországon egy 200 fős vállalatra nem úgy tekintünk, mint KKV-ra. Tehát éppen ezért érdemes arra odafigyelni, kik is pályázhatnak, sokkal többen pályázhatnak, mint ahogy szerintem azt ma gondolják. Mi lenne a siker? Mikor lenne elégedett a Nemzeti Innovációs Hivatal új elnöke? Akkor lennék nagyjából elégedett, hogyha meg tudnánk duplázni azokat a forrásokat, amelyeket korábban lehívtunk, és 10 fölött lenne a beadott pályázatoknak a száma.